Üdvözlöm Önöket, a Heti TV híradóját látják. Itthonról. Vállalni kell a sikereinket is, nem csak a kudarcainkat. Különben sosem lesz belőlünk nagy nemzet, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pécsett. A kormányfő részt vett a Nemzeti Kosárlabda Akadémia átadás ünnepségén. A kormányfő beszédében kiemelte, a magyar közéletben és sportvezetésben egyfajta kötelező álszerénység van, és amikor siker van, van egy elvárás, hogy úgy kell csinálni, mintha kisebbek lennénk. Ez baj, ha van mire és kire büszkének lenni, igenis legyünk büszkék, jelentette ki. Orbán Viktor szerint kevés igazi minőségi akadémia van minden sportágban, de a kosárlabdában nem indokolatlan a Nemzeti Kosárlabda Akadémia névválasztása, mert ehhez foghatót sehol az országban nem talál az ember. Kifejtette, a kormányzati munkának a sok konfliktus és nyűg mellett van néhány szép pillanata, és ilyen, amikor nagy és jövőbemutató tervek megvalósítása lehet jelen. A mai esemény is ilyen, Pécs ismét közelebb került, hogy a magyar kosárlabda sport fővárosa legyen, vélekedett. A miniszterelnök emlékeztetett, a kosárlabdának régen is voltak hagyományai a városban, de a diadalmenet akkor kezdődött igazán, amikor a magyar kosárlabda sport fenegyereke Rád Géber László Pécsre érkezett. Márpedig komoly akadémiákat csak nagy egyéniségek köré lehet építeni, mondta. Megdöbbentő mélységekbe süllyedt az ukrán politika Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint, aki a kérdésről egyeztet a NATO főtitkár helyettesével és telefonon tájékoztatja az Egyesült Államok külügyminisztériumát. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarok továbbra is mindenben számíthatnak az anyaországra. Az ukrán döntéshozók, mint fogalmazott, a legsötétebb diktatúrákat idéző javaslatokat emlegetnek, amikor ukránok betelepítésével akarják beregszász etnikai összetételét megváltoztatni és az ott élő magyarok arányát tovább csökkenteni. A leginkább megdöbbentőnek azonban azt nevezte, hogy a szomszédos ország kormánya sem ezt nem ítélte el, sem az ellen nem tiltakozott, hogy az ukrán parlament honlapján közzétett petíció a kárpátaljai magyarok deportálását említi. A kijevi parlament összejátszik azokkal a szélsőségesekkel, akik nyilvánosságra hozták több száz kárpátaljai magyar adatait, hiszen a kettős állampolgárok azonosítása nyilvános adatbázisok alapján lehetetlen, fogalmazott. Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője beszélt Heti TV Pirkadat című műsorunkban az ukrajnai kisebbségek helyzetéről, Magyarország erőfeszítéseiről. A politikus beszámolt arról, hogy nemrégiben érkezett meg az Európa Tanács szokásos őszi közgyűléséről, ahol a magyar képviselők az egyéb munkájuk mellett egy ügy mellett határozottan kiálltak, ez pedig az Ukrajnában élő nemzetiségi kisebbségek helyzete. A magyar delegáció tagjai arra tettek javaslatot, hogy az Európa Tanács bízzon meg valakit egy jelentés elkészítésével, amelynek feladata lenne, hogy az elmúlt években a kisebbségek által tapasztalt jogszűkítő állami magatartást hogyan lehetne feloldani. Nacsa Lőrinc szerint eddig is voltak kisebb, nagyobb tragédiával végződő atrocitások, de az is látszik, hogy Ukrajna kisebbségellenes, így magyar ellenes politikájában szintet lépett. Már ezért is fontos, hogy az Európa Tanács foglalkozzon ezzel a kérdéssel. A magyar delegáció tagjai már össze is gyűjtötték a szükséges képviselői aláírásokat, amelyek több frakcióból és több országból érkeztek. Magyarország több helyen, így a NATO-nál is jelezte gondjait, de úgy látszik, tette hozzá a képviselő, mintha Ukrajna egyfajta védelmet élvezne, hiszen korán sem lehet hallani az emberi jogok védelmét óvó hangokat, ellentétben Magyarország esetével, ahol többször is többen megszólaltak. Novák Katalina, a család és ifjúságügyért felelős államtitkár jelentette be, hogy a szerdai kormánydöntés értelmében az ápolásra szoruló gyermekek után járó díjösszege egységesen havi 100 ezer forintra nő január 1-ével. Ez az emelés folytatódik a következő években is. A cél az, hogy 2022-re három lépésben ezen ápolási díj mértéke eléri az akkori minimálbérösszegét, tette hozzá. A demokratikus koalíció szerint az Orbán rendszer megkezdte az állami felsőoktatás megszüntetését. Az ellenzéki párt az ápolási díj emelését az azért küzdő családok sikerének tartja, továbbra is szorgalmazza azonban, hogy ismerjék el foglalkoztatási jogviszonyként ezt a tevékenységet. Arató Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese azt mondta, tiltakoznak az ellen, hogy a kormány a Corvinus modellt kívánja bevezetni a felsőoktatás egészében. Értékelése szerint ez a modell azt jelenti, hogy az ingyenes állami férőhelyeket a külföldieknek és a fideszes politikusok oligarchák gyerekeinek nyújtott, méregdrága fizetős helyek váltják fel a felsőoktatás egészében.
Az LMP szerint jelentős a szakember hiánya pszichiátriai ellátásban, a párt ezért több támogatást is javasol az ott dolgozók számára. Ungár Péter elmondta, információik szerint van olyan megye, ahol egyáltalán nincs gyermekpszichiáter. A szakápolók máig nem kapnak veszélyességi pótlékot, holott ezt a Fidesz 3 éve megígérte, mutatott rá a politikus. Szerinte az államnak a gyermekpszichiáterek továbbképzéséhez is támogatást kellene nyújtania. A tapasztalt szakorvosok bérének jelentős növelését is szorgalmazta a képviselő. A politikus sérelmezte, hogy a területen bejelentett 6 milliárd forintos fejlesztés szinte csak az infrastruktúrát javítja, és nem foglalkozik Budapesttel. A főváros szerinte egészségügyi szempontból másodrendű. Külföld. Nagyjából 160 radikális iszlamistát tartanak megfigyelés alatt a biztonsági szolgálatok Hollandiában. A De Volkskrant arról számolt be, hogy a nyilvántartásokban szereplő szélsőségesek közül legtöbben Amszterdamban vannak, közel 60-an, ezt Hága és Rotterdam követi. A kormány 2015 óta évi 6 millió eurót bocsájt a helyi hatóságok rendelkezésére a radikálisok megfigyelését célzó programra. Ez a program tette lehetővé múlt héten 7 ember őrizetbevételét terrorcselekmény előkészítése miatt, közülük ugyanis többen is megfigyelés alatt álltak. Az Egyesült Államok megvizsgálja, hogy mi történt az Isztambulban eltűnt szaúdi újságíróval, Jamal Khashoggi-val, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, aki ugyanakkor gazdasági szempontból aggasztónak tartaná a fegyvereladás leállítását Szaúd-Arábiának, mert egy ilyen lépés sérteni az amerikai érdekeket. Washington és Riad évtizedek óta szoros szövetségesek, és a két ország Trump hivatalba lépése óta még szorosabbra fűzte kapcsolatait, de a szövetséget próbára teszi az a gyanú, hogy a török hatóságok szerint Szaúd-Arábiai isztambuli főkonzulátusán előre kitervelten meggyilkolták az abszolút monarchiát élesen bíráló újságírót, Jamal Khashoggit. Az 59 éves férfi múlt kedden tűnt el, azt követően, hogy felkereste az isztambuli szaúdi főkonzulátust. A gazdag korábban a kormányzattal jó viszonyban lévő férfi az Egyesült Államokban élt önkéntes számüzetésben. Trump első külföldi útja elnökként Szaúd-Arábiába vezetett, ahol 110 milliárd dolláros fegyvereladást jelentettek be. Az Egyesült Államoknak szüksége van Szaúd-Arábia támogatására a Közel-Keleten, az iráni befolyás ellensúlyozására, a terrorizmus elleni küzdelemben, továbbá a készülőben lévő izraeli-palesztin béketerv támogatásában is. A holokauszt óta először avattak ortodox rabbikat Berlinben. A német főváros rabbiképző intézete 3 végzett hallgatóját a Prenzlauer Berg nevű városrészben működő Beit Zion zsinagógában avatták rabbivá. Az ünnepségen részt vett Ronald S. Lauder, a zsidó világkongresszus elnöke, Michael Müller, Berlin főpolgármestere és Heiko Maas német külügyminiszter. A miniszter ünnepi köszöntőjében kiemelte, ajándék méghozzá érdemtelenül kapott ajándék, de a jogállamunk és a demokráciánk iránti megelőlegezett bizalomjele, hogy Németország legnagyobb zsidó közössége Berlinben él, abban a városban, ahol eldöntötték és megtervezték a zsidók deportálását és legyilkolását. Minden erőnkkel meg kell őriznünk és meg kell védenünk ezt az ajándékot, hangsúlyozta a német diplomácia vezetője. Mint mondta, elborzasztja, hogy a német utcákon ismét látni náci karlendítést és gyűlölködő lózungokat harsogó emberek menetelését, és ismét megjelentek az országban szellemi gyújtogatók, akik megfosztják emberi méltóságuktól a más származású vagy vallású embereket. Ezt Németország nem engedheti meg, együtt meg kell védenünk szabadságunkat és nyitott társadalmunkat, mondta helyi Komász. A vaskupola légvédelmi rendszer csütörtök reggel véletlenül lépett működésbe a déli határnál, közölte az izraeli hadsereg. A rakétára figyelmeztető szirénák délelőtt 10 óra 7 perckor szólaltak meg Szaár Hanegev és Zdot Hanegev régiókban. A vaskupola rendszer egy téves azonosítás eredményeként kilőtt egy elfogó rakétát, nyilatkozta a hadsereg. Nem észleltünk rakétaindítást a gázai övezetből Izrael irányába. A hadsereg nem árulta el, mit azonosított tévesen a légvédelmi rendszer. Gazdasággal folytatjuk. Egy átlagos magyar fogyasztó évente 33 kg élelmiszer dob ki csak azért, mert a nem megfelelő tárolás miatt megromlott, vagy csak mert feleslegesen vásárolta meg. Magyarországon fejenként éves szinten 68 kg élelmiszer hulladék keletkezik, ami az élelmiszer vásárlásunk 10-11%-át teszi ki, derül ki az LG közleményéből. A mennyiség közel fele évi, mintegy 33 kiló az, amely elkerülhető volna, míg nagyjából a másik felét az úgynevezett nem elkerülhető hulladék teszi ki. Elkerülhető hulladéknak azok az élelmiszerek számítanak, amelyeket csak azért dobunk ki, mert a nem megfelelő tárolás miatt megromlottak, vagy egyszerűen csak feleslegesen vásároltunk meg.
míg például a tojáshéj, a csontok, az almacsutka nem elkerülhető hulladékok körébe tartozik. A KSH által közölt fogyasztási adatokból kiindulva ez azt jelenti, hogy az otthoni élelmiszerpazarlás megszüntetésével egy átlagos háztartásban havonta és személyenként 1000 forintot lehetne megtakarítani. Egy 4 tagú család esetében ez évente mintegy 50 ezer forintot jelent, amiből akár 2 heti hipermarketes nagybevásárlás is kihozható. Végül az időjárásról. Ma is ragyogóan napos, csapadékmentes időben lesz részünk, de a hajnali órákban foltokban pára köd előfordulhat. A Dunántúlon és délen helyenként megélénkülhet a délkeleti szél. Reggel 3-10, délután 22-26 fokot mérhetünk. Nem lesz front térségünkben. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brajerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!